Hello, a hajlításra szeretnék pár szót mondani. Én úgy tanultam, hogyha rendesen szívod a hangot, akkor jí állásban áll a nyelved, vagy a szád. Mondjuk a kettes lyuknál a G, jí, és ha jíből jót csinálsz, akkor hajlítódik a hang. Jí, jó. Képzeld el, hogy mondod a jót, úgy a beáll, úgy az agyad beformálja ugye a nyelved, és szíved azt a hangot, először csak úgy harmonika nélkül. Még hallhatod is, hogy a jínél magasabb a levegőnek ez a rezgése, a jónál mélyebb. Ezt próbáld először, hogy mélyebb lesz a hang a levegőnek így alapból, így harmonika nélkül csináld, és akkor próbáld harmonikával, jobb, ha van egy tunered, hogy telefonra letöltöd, és akkor azon még nézed, hogy mennyire pontos, és azt úgy persze az elején, meg közben is, meg állandóan érdemes tesztelni. Hogy lemegy a G egy F-re, ez a második lyuknál van, a harmadiknál ott a B van, és az lemegy A-ra. Ugyanígy edzél, hogy jí, jó. Ez a hajlításnál itt a nyelvnek meg kell szokni ezt az állást, meg ezt a edzeni kell ezt a nyelvet, szóval ha érdemes ezt nap mint nap elővenni, edzeni rá, gyakorolni, és akkor egy idő után beáll, megerősödnek a izmok, megtanulják, hogyan kell állni, és a tunerrel ezt így teszteled, akkor be tud állítani, hogy a félhajított hangnál, egész hajított hangnál hogyan álljon. Most egy B-ről átpróbálok, a harmadik lyuknál szívni. Az is jó technika, ha van egy dalod, több dalod, van egy, és akkor abban van egy hajlított hang, és akkor, mikor játszod, az a hangot, ami benne van, mondjuk egy hiányzik egy A hang, akkor belehajlítod, mondjuk a börtön ablakában. Valami ilyesmi, én amatőrként, én így próbálgattam ezt a technikát, így fújom. Szóval erre a jí jó, én így tanultam meg, ezt próbáld, hogy jí alapállás, a hajlításra meg a jót, jóra gondolj, úgy formáljad a nyelved. Jó, jí, jó. Még jó, hogy a magyarban ez így. Hosszú, jí, jó. Nem jó, nem jó. Jí, jó, jí, jó. Na, kb. Ennyi. Hello, szia!